Bátran nyugodtan üljetek előrébb is, nem kell félni. Jó, hát akkor kellemes napot kívánok mindenkinek innen, majd megmondom mindjárt, hogy honnan. Szervusztok! Szolgálati közlemény, mielőtt elindulunk, szeretném a hallgató közönségnek a jóváhagyását megkapni a tegeződéshez. A, ennek egyszerűen az az oka, hogy Azokon a nyelveken, amiket ö, ö, vagy beszélek, vagy nagyjából értek, de van rajtuk magázódás, a mi tudományos köreinkben tegeződni szoktunk, nem használják. Úgyhogy én nagy szeretettel, meg úgyis, mint az idősebbnek a okán, ö, én felajánlanám ezt, és kérném azt, hogy ti is tegezzetek, szervusztok. Ö, akkor Ági már bemutatott, engem legalábbis, mondta, hogy én vagyok Zoltán, én vagyok Szilási Zoltán, mellettem kolléganőm Béni Noémi fog ma szolgálatot teljesíteni. Mi mind a ketten az Atomkinek vagyunk a tudományos munkatársai, van, aki főmunkatárs, van, aki meg munkatárs, nem számít. A lényeg az az, hogy, hogy mi itt a cern vagyunk rezidensek, és olyan projekten dolgozunk, ami, ami magyar projekt. Tehát ez egy, vagy többek közt magyar projekt is, és ez egy, ez egy fontos dolog. Én azt mondom, hogy itt lesz mindjárt érdekesség, de mielőtt az elkezdődik, én kiteszem magam teljes képbe. Mondom, kiteszem magam teljes képbe. És mindjárt, már is sikerül. Teljesen jó. És beadom magam helyet ezt a képet, meg hát persze, hogy látszódjunk mi is. Egy kicsit, egy nagyon gyors bevezetés tartunk a cenből, és amikor itt érdekes kép lesz itt mellettem, akkor át fogok rá váltani. Ez a mai nap egyébként is ilyen csapongós, nagyon informális, beszélgetős dolognak indul. Semmiféle előadást nem tervezek, még akkor sem, hogyha itt a cím az ezt sugalja. Tehát gyorsan bevezetést tartunk a CERN-hez. Egyébként ez az előadása Noémi által hangzott el az idei Magyar Fizikatanár Programon, ami itt történt a cern ben Eleve úgy kezdjük, hogy akkor roldjuk fel ezt a CERN betűszót. Mindenki a c központként értékeli. Igazából ma már úgy is használjuk, de a helyzet az az, hogy történetileg ez ez a francia konszej, azaz tanács szóból ered, aminek az volt az oka, hogy a második világháború előttig igazából Európa megszokta azt, hogy tudományosan egy vezető szerepben van. Tehát minden, ami jó, minden, ami új, az innen jön. Na most a második világháború ezt alaposan felforgatta, ezt nyilván tanultátok történelemből, a kutatók egy része az kénytelen, kelletlen elment az Egyesült Államokba, egy másik részét vittek, egy harmadik része pedig sajnos nem élte túl a háborút. Na most a vége az az lett, hogy 45-ben itt találja magát Európa, úgy, hogy semmiféle uh, tudományos kapacitása gyakorlatilag nincs, kutatói nincsenek, és hát közben a, hát legalábbis az amerikaiak egyértelműen elindultak az atomkorszak fele órá, majd ezt is tanuljuk. Úgyhogy felmerült a kérdés, hogy ebben a helyzetben mit lehet csinálni, és létrehoztak egy tanácsot arra, hogy mondjon valami ötletet, adjon tanácsot. És a tanács azzal a tanácssal tért vissza, és ezt a nagyon idióta szóvicces játékot nem folytatom. Tehát azt mondta a tanács, hogy úgy lehet a legjobban küzdeni, a lemaradás ellen, hogyha létrehoznak egy nagy kutatóintézetet valahol Európában, megtömik mindenféle földi jóval, és aztán majd ide jönnek a kutatók kutatni. Ha valaki hasonlóságot lát, akár az Eli, tehát ez a lézerfizikai központ Szegeden, akár a svédországi ESS, a neutronfizikai kutatóközpont között, meg mi közöttünk, akkor az nem a véletlen műve. Ez egy nagyon jó stratégiának bizonyult. Tehát 54-ben megtörténik az UNESCO bábáskodása mellett a CEN megalapítása, 12 ország alapítja meg, hát mi nem. Mi akkor éppen nem tartoztunk ahhoz a táborhoz, de mi 92-ben, ha jól emlékszem, jöttünk. Tehát onnantól kezdve itt vagyunk. És hát mára már, hát most már talán a 23 igaz? Még mindig a 23 ország? Az talán még igaz, de egyre bővül. Igazából már nem is az ebetű sem nagyon igaz, hogy European, tehát igazából ez World Lab, Tehát euh, takként ugyan a legtávolabbi európai, vagy Európa széli ország az Izrael, de hát itt vannak megfigyelőként ilyen, hát gazdaságilag alig jellemző országok, mint az Egyesült Államok, Kína, Japán, Oroszország. Tehát euh, itt van gyakorlatilag mindenki, és rajtuk kívül is az országok egy jelentős része képviselteti magát. Tehát ez igazából egy vördlap. Az R betű az ugye a kutatás, a francia recherche szóból jön, ez jelentem a mai napig igaz, és ezen nem is óhajtunk változtatni. Az N pedig a nukleár, tehát a nukleáris vagy atommagot kutató fizikából jön. Hát akkoriban ez volt a menő cucc, ma lejjebb vagyunk, részecske fizikával foglalkozunk. A költségvetésünk nagyságrendileg olyan 1 milliárd svájci frank évente, ne számoljuk át forintra, nem érdemes, az országok a GDP-ük arányában fizetnek be, mi ennek a pénznek évente 0,6%-át fizetjük, de ezért megváltjuk a jegyünket erre a hajóra, tehát például gazdasági társaságok tudnak tendereken részt venni, és tulajdonképpen ilyen módon vissza is kerül az a pénz Magyarországra, amit fizettünk de Magyarország hosszú évekig pozitív szaldós volt, tehát több pénz jött vissza, mint amennyit ráköltöttünk. De ez, ez nem számít. A, ami számít, az az például az, hogy ez egy igazi, jó értelemben vett multikulti környezet. Nekünk ugye hát nagyjából olyan 18 hivatalos nyelvet beszélünk, de hát a megfigyelőink között ott van India, ahol ezernél több nyelv e, működik. E, Úgyhogy még a száz sem igaz, amit, amit írtunk, De igazából ebbe rendet kellett vágni. Értelemszerűen a tudomány nyelve a 20. században az angol lett. Tehát amikor mi fizikáról értekezünk, itt a fóliákon is fogjátok látni, meg néha amikor megcsuklik a nyelvem, akkor én is angol kifejezéseket fogok használni, előre bocsánatot kérek érte. Tehát az angol itt a hivatalos nyelv. A francia meg úgy jön ide, hogy ez a környék francia nyelvű, tehát a technikusainkat, azokat jó részt innen szerezzük be, úgyhogy ha, ha nekem, ha én részt veszek egy vagy physics meetingen, vagy olyan magasabb szintű koordinációs meetingen, akkor ott egyértelműen angolul diskurálunk egymással. Ha viszont utána kijövök ide, a, majd mindjárt megmutatom, hogy hova, és a technikussal meg kell beszélni, hogy darúzzon már arrébb nekem valamit, azt én franciául kell, hogy elgagyogjam neki. Ez büntető, mivel ezt a nyelvet én nem tanultam, csak amatőr vagyok, de az nagyon. Itt vannak az országok, akik részt vesznek, tehát a mélykékek igazából a a a tagállamok, a zöldek a megfigyelők, a, a világosabb kékek a, a társult országok, és hát utána vannak még a többiek, lehet érezni, az egész világ itt van, és ez így jó. Hogy néz ki igazából a CERN? Lehet látni itt ezen a fényképen, de majd lehet, hogy lesz nekem egy másik is valahol. Itt előtérben elterül a Genfi Reptér, aminek a kifutó pályája majdnem három kilométer, tehát lehet érezni, hogy nagy nyulak vagyunk. Itt a narancssárgával kerül, körülkerített dolgok, körülkerített dolgok azok, ami nagyobb telephelyeink. Ez itt, amit láttok, ez a Merani, ez a Merani rész. Itt igazából ez az, amit szernek hívnak. Mi van tíz percünk? Nekünk? Nekünk egy picit csak olyan. Hát ez nekünk nagyon jó lesz. Jó, akkor majd te már lent leszel, én megtolizok, leveszem a képet. Nem baj, az élet ilyen, működünk. Jó, amit itt láttok, pontozott vonal az a államhatár Franciaország és Svájc között, az intézet átnyúlik Franciaországba, sőt, mi több, van még egy másik körülkerített részünk, ez a úgynevezett Prefsani Campus, ez teljes egészében Franciaországban van, és láttok itt két ilyen, Piros, meg kék körülkerített dolgot, ez a két nagy nyulunk. Az egyik az SPS, tehát e, Super proton szinkrotron gyorsító, a másik pedig az LHC, a nagy hadronütköztető, 27 km hosszú. Nagyjából a hármas metró Budapesten. Jó? Én e, gyorsító komplexumról már sokat nem mondanék. Én azt mondom, hogy lassanként a Noémit elengedjük a föld alá. Közben még egy kicsit gagyogok, és utána fogjuk arrébb tolni a, az egész szetapot. Ezt ugye hamarabb is mondhatták volna a kollégek. Ja, hogy nekem kell hátrébb lépnem. Ja, jó, van, akkor folytatom. Tehát ez itt a CNS gyorsító komplexumunk. Azt lehet látni, ugye itt van az SPS, amit mondtam, van az LHC, amit szintén mondtam, és azon kívül vannak még egyéb e, nyalánkságok. Például a jó szeműek látják itt a PS, a proton mellett egy 1959-es dátumot, ami dátum, tehát év, nem semmiféle sem súly vagy kiterjedés. Ez az, ez az év annak, amikor ezt a gyorsítót üzembe helyezték. Ez az egyik ilyen földi jó, amivel indult a, a, a CEN. A mai napig használjuk, előgyorsítónak használjuk akár az egész gyorsító komplexumban, tehát az LHC-ba érkező protonok is azon keresztül jönnek. Aztán a, az SPS is több funkciós, tehát a, a PS-nek is vannak saját fizikai programjai, az SPS-nek is vannak saját fizikai programjai, de ő is előgyorsító nekünk. Nálunk már csak fizikai programok vannak, mi nem vagyunk előgyorsítója senkinek. Ez azért kell, hogy ilyen gyorsítgatások legyenek, tehát a PS-ben, az álló eredetileg itt a linakban állóból jövő proton, illetve a linak 4-ből jövő álló proton, az olyan 24 gigaelektronvoltig voltig gyorsul. Ez, ez azért a nyugalmi, a megének már 24-szerese, tehát ez se kicsi, de nem állóból rögtön a 7500 gigaelektronvoltra voltra gyorsítunk, mint amennyin felhasználjuk például az LHC-ban a protonokat. Ennek nagyjából ugyanolyan oka van, mint hogy az autóban sem ö, egy sebességi fokozat van, hármasban is el lehet indulni, ezt nem tőlem hallottátok. Hármasban is el lehet indulni, meg hármasban is lehet az autópályán menni, ezt se én mondtam. De mind a kettő nagyon-nagyon nem optimális. Tehát mindenhol valaki rázza az öklét, meg tönkre megy az autó. Nálunk az van, hogyha állóból akarnánk felgyorsítani erre a nagyon ultra: relativisztikus állapotra a részecskéket, akkor borzasztó sokat elvesztenénk, a hatásfokunk lenne kicsi. Na most nekünk pedig fontos, hogy sok részecskénk legyen. Huari! Nekünk nagyon fontos, hogy sok részecskénk legyen, mert a folyamatok, amiket vizsgálunk, azok borzasztó ritkák. Tehát nem érünk rá egy-egy protonnal ütköztetni, nekünk olyan protoncsomagjaink vannak, amiben 100 milliárd proton van, és a kétszer 100 milliárd protoncsomag proton tartalmazó csomag ütközik össze itt a négy kísérleti ponton, amiből egyszerre nagyjából olyan 40-60-80 proton ütközik egyébként, tehát azért a többi megrepül tovább, és azért fel tudjuk használni, és mindezek a dolgok másodpercenként 40 milliószor történnek meg. Lehet érezni, hogy hát valószínűleg valami nagyon ritkát keresünk. Közben én, igen, Noémi még nem jött vissza, megyünk tovább. Lehet olvasni a lózungokat valóban. Én annyit mondanék, hogy itt, a, itt kihúznék ebből a dolgokat, tehát innen a veszővel kezdve egészen idáig. És akkor, sőt, még ezt is kihúzom, és akkor, sőt, még a mérőt is, és akkor azt mondjuk, hogy a nagy hadron ütköztető a valaha épített legnagyobb berendezés. Ez igaz. Ez egy kicsit bonyolultabb, meg nagyobb, mint egy atomtenger alatt járó flotta. Ez az én találmányom, ez a kifejezés, de aztán ellopták az újságírók, úgyhogy copyright nálam. Tehát ez egy borzasztó, bonyolult, az emberiség által épített, legbonyolultabb gép, ami valaha is elkészült. A föld alá tettük, de, na, de nem azért tettük a föld alá, mert a sugárzás annyira gáz lenne, ezek azért annyira nem sugároznak, mi több a többi hasonlóan szerencsés történetű országban, például az Egyesült Államokban nem is tették a föld alá az ottani nagy nyulat, a tevatront, hanem a föld fölött építették meg, és ráhúztak egy kis földet. Amúgy egyébként az előbb említett protonszinkrotron is így készült. Ennek egész egyszerűen az az oka, nekünk azért kellett a föld alá menni, mert ha visszamegyek itt a képeken, akkor itt láthatjátok, hogy van egy csomó házikó, meg lakott terület a LHC-n belül. Nagyjából százezer ember éli. Ha mindenkitől meg kellett volna venni a földet, hogy a föld felszínen építsünk, akkor finoman fogalmazva ráment volna a gatyánk is. Na nem a miénk, hanem az adófizetőké összesen. Ezt senki nem vette volna meg nekünk. Európában viszont lehet a föld alá menni, ott a birtokjog annyira nem működik, ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol a föld középpontjáig a tiéd, ha van egy birtokod, ezért lehettek sokan olajmilliárdosok. Európában nem igaz a dolog, Európában a föld, az alattad levő földterület nem a te tulajdonod, ezért lehet például metrót is építeni. Lali? Tehát mentünk a föld alá. Mondjad! Halló, halló! Hall te már hallottam. itt vagy, nagyon jó, akkor én szerintem beteszlek téged, akkor hívom a Noémit, mert az én kis szövegem az mehet máskor is. Noémi, ti ja. tied a szó. Annyi annyit gyorsan közbeszólok, hogy nyugodtan bármikor kérdezzetek, jelentkezzetek, hogyha bármi hozzáfűzni valótok van, vagy kérdésetek, jó? Igen, az Ágira, Ágira reflektálva így van, ez egy teljesen kötetlen beszélgetés. Csevegünk. Fizikáról olyan rettentő sokat nem akarok ma beszélni, azt tankönyvben meg lehet nézni. Ami lényeges az inkább, amit mindjárt a Noémi mutat, meg majd vissza fogom venni tőle a képet mindjárt. Noémi, beszélj! Jó, tehát itt vagyok a ez a föld alatti beengedő kapu, tehát ahhoz, hogy az ember lemehessen egyáltalán a föld alá a, a csarnokba, ahhoz mindenféle biztonsági vizsgát meg kell csinálni, el kell végezni, tehát kicsit ki kell képezni az embernek magát. És a beengedő kapu az úgy működik, hogy van nekem egy doziméterem, ez egy személy doziméter, ebbe található az íris mintám, és van egy íris ellenőrző kapu, azt majd megpróbálom mutatni, miközben megyek. tehát ne olvassa a szememet, megnézi, és hogy tényleg én vagyok-e. A kapu tükkös, mert úgy van megcsinálva, hogy csak tényleg egy ember menjen be, tehát mindenféle fénykapukkal van felszerelve, úgyhogy én visszakak egy kamerát, nem, remélem elsőre be fogok tudni jutni, ha nem, akkor az azért van, már... Mert azt hiszi, hogy két ember van velem, és van még mellette egy súlyellenőrzés is ezekbe a kapukba, hogy, hogy tényleg egy ember áll bent. Na, akkor menjünk be. Na, oké. Okay. Ha valakinek, tudom, hogy a mai fiatalok már nem nézték az Angyalok és Démonok című filmet, ha mégis, és némi flashbacketek van, az bizony nem a véletlen műve. Ilyen kapukat használtak a filmben a filmhez, és az íris ami ott volt, ha még valakinek talán előjön, az az íris is használtuk, azt a típust. Ez a típus két generációval öregebb, amit láttatok most, mind a két szemet nézi, meg azt is, hogy van-e benne vérkeringés. Ennyit akartam mondani, nem lelőve a filmet. Tehát én elkezdtem a lifthez, látjátok, hogy elég nagy. Amúgy biztonsági szabály, hogy egyedül nem szabad a föld alatt lenni, úgyhogy ezért kedves Huari kollégánk elkísér. Úgyhogy nem megyünk a mínusz szintre. Huari egyébként villamosmérnök, és a, a kísérletnek a biztonsági dolgain is dolgozik. Én azt mondom, hogy Noémit el fogjuk veszíteni, pillanatokon belül itt. És akkor közben meg van egy érdekes kép, jön föl a taru valahonnan, a mélyből, majd meg fogjuk mutatni, és hoz föl valamit ebbe a csarnokba, ahol én is éppen elterülök. És ezért kell majd hátrébb lépnem. Ez a izé, ez a H alakú izé, amit láttok, ez már a detektor egyik eleme alul van. A jó hír az az, hogy hétfőn reggel 6 órakor befejeződött az LHC-nak a 2023-as adatgyűjtési ciklusa, és, és beköszöntött az úgynevezett JETS, vagy IREN Technical Stop, ami egészen február végéig fog tartani, és, és az idő alatt lehet a detektorhoz is hozzá piszkálni. Úgyhogy mi gyorsan elkezdtük a piszkálást, és a kollégáim, akik igen, én akkor most lépek hátrébb, és a kollégáim pedig uh, kidarózzák ezt az egyik darabot. Jó, lehet látni, hogy én eljöttem, ennek mindenféle biztonsági oka van. Pontosan azért, mert a, 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 az a hely fölött fog, uh, fognak lebegtetni, ahol én, éppen, ahol én éppen álltam, és ha ez a fejemre esne, akkor azért nem lenne olyan jó a nap. Oké, okay, köszönöm, Merci. Általában a biztonságot betartjuk. Ennyire. Ja igen, itt van a fejem fölött ez az izé. Én meg valahol itt állok alatta. Na. Hey. Ha a zoomot nem piszkálnám. Jó. Jó, lehet, hogy magamat meg se tudom mutatni. Ott vagyok és fölöttem pedig a másik ágon ott viszik ezt a vackot, És közben láthatjátok azt is, hogy ez egy borzasztó nagy csarnok. Ebben a csarnokban építettük fel annak idején magát a detektorunkat, és ott van róla egy kép, majd mindjárt azt is bejátszom. Tehát ezen a, ebben a csarnokban épült föl a detektor, ilyen szlájszokból, ilyen szeletekből, 13 nagy szeletből, és amikor elkészültünk vele, akkor egyesével bedarúztuk ezen a lyukon keresztül a föld alá. Noémi meg fogja mutatni ezt a lyukat alulról is. Úgyhogy ez egy ilyen történet. Ez a lyuk nagyjából 20 méter átmérőjű. Mind a két oldalon nagyjából 10-10 centivel szélesebb, mint maga a detektor, plusz még a detektornak a, a, a rek sorai, amik itt nincsenek felszerelve. Tehát oda kellett figyelni, nem lóbálni, amikor, amikor éppen beküldtük. Jó, halló, én azt mondom, itt a Noémi nagyon jó, éppen, éppen végszóra jöttél, szerintem akkor tied a szó. Igen, a... lehet látni, hogy itt egy dekadetektor nincs, ahol vagyok. Ez is egy föld akna, de ez az úgynevezett szervízakna, ahol a detektornak a dolgai vannak, azok a dolgok, amik, amik kellenek, hogy üzemeltessük. Tehát tápegységek, számítógépek, vezérlők, mikrokontrollerek, amiknek amik ennek a csarnok, ez egy párhuzamos csarnok a kísérleti csarnokkal, és ebbe a csarnokba az a jó, hogy itt elérhetőek ezek az eszközök. Tehát föld alatt vagyok, nagyjából olyan 90 méterrel a felszíntől. Uh, és uh, és ide bármikor be lehet jönni, még akkor is, amikor az LHC üzemel, uh, mivel a két csarnok között bizony van egy 7 méter vastag uh, uh, vasbetonfal, és uh, ezt mutatom és éppen teljesen a teljesen jól Úgyhogy csak Tehát Te valahol a... itt vagy most ebben a földalatti üregben, ami nagyjából 84 méter hosszú, itt van a betonpillér, mert mi nem szeretjük, hogyha a fúráskor be, 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 annak az algutak, És itt van mellette a detektor üreg. Ez az a függőleges akna, aminek a tetejét az előbb voltam oly szíves megmutatni. A Noémi egy másikon ment le a lifttel. Ez a kettő, amin keresztül mi hozzáférünk. És ezek az izékitten, ezek mindenféle ilyen föld alatti folyosók, amiken keresztül lehet menni. Van egy harmadik, ahol van még egy lift, de arról nem fogunk ma beszélni. És akkor itt a szervizcsarnokban például az adatgyűjtőrendszer, amit, amit itt látunk, senki nem tud, tehát, tehát, én nem tudom, hogy minden egyes kábel hova megy, nagyjából fogalmam van, hogy melyik szekrény, ezt úgy hívjuk, hogy rek, melyik aldetektorhoz a rendszerhez tartozik, meg azért van fogalmam ezekből a feliratokból, hogy ez melyik aldetektor, de nyilván mindenki csak a, azt, tudja, azt az eszközt tudja, hogy hol van, aki annak a a rendszernek a szakértője. Például ezek is adatgyűjtők, a betű szóból azt látom, hogy ez a nyomkövető a legbelső detektornak a dolgai, és ez, ezt tudom, hogy ez tápegység, mert ezek tápegységek, tehát itt rengeteg van, ez csak egy sor, rek, de, de van még jó pár, és még van egy másik szoba a fejünk fölött, ami szintén tele van tömve szekrényekkel és elektronikákkal. Úgyhogy ezek úgynevezett szervizek, amik, amik szükségesek a detektor Én köszönöm, És még mielőtte oda lemész, egy nagyon gyors, még kérek egy-két egy, percet, mert magáról a detektorról még nem beszéltünk, amit szeretnék gyorsan elmondani a csapatnak, csak azért, hogy a bonyolultsága ennek a történetnek, valamilyen szinten érzékeltetve legyen, az úgy kezdődik, hogy egy ilyen bevallás jellegűvel, hogy hát nyilván mindannyian hallottatok arról, hogy nobody-akat osztogattak az ilyen részecskék felfedezéséért, mint a W, meg a Z, meg a Higgs-bozon. Ez igaz, de a mondat másik fele meg úgy hangzik, hogy ezeket sajnos direkt módon, mint ahogy mondjuk ezt a távirányítót, direkt módon, nem tudtuk megfigyelni soha, és ennek az az oka, hogy ezek a részecskék nagyjából olyan 10 a 23-on, 22-en másodpercig élnek. Ezek valódi részecskék, tényleg léteznek, nem csak az elméleteink írják le őket, de a megfigyelésük ebből a szempontból csak az ő bomlás termékeik alapján történhet. Magyarul valamire elbomlanak, ezeket a valamiket megpróbáljuk megfigyelni, és uh, itt van például, megpróbáljuk megfigyelni, és uh, ebből a megfigyelésből, tehát megmérjük ezeknek a részecskéknek, kirepülő részecskéknek például az irányát, ugye ez a ilyen sárga dolgok, megmérjük az impulzusát, hát itt most olyan nagyon tekergős dolgokat, hát talán az alacsony energiásoknál lehet látni, megmérjük az impulzusát, megmérjük az energiáját, ezek a bárok, ezek arról szólnak, és hát, meg, és hát valamilyen szinten megpróbáljuk azt is meghatározni, hogy ezek a részecskék mik igazából. Tehát ezeket a paramétereket mérjük meg, és ebből próbáljuk meg rekonstruálni azt, hogy valóban mi történhetett ott középen, és statisztikus alapon az elméletekkel összehasonlítva nagyon szépen meg tudjuk mondani, hogy ott történt-e valami olyan, ami minket érdekel. Na most azt lehet érezni, hogy valaminek az energiáját megmérni, az azt jelenti, hogy nagyon keményen kölcsönhatok a részecskével, effektíve elnyelem, megállítom. Ha pedig az irányát akarom megmérni, akkor meg jó, ha nagyon nem nyúlok hozzá, nem befolyásolom. Lehet érezni, hogy ezt a két feladatot ugyanolyan detektoranyaggal nem nagyon lehet megcsinálni. Amit lehet csinálni, az az, hogy van külön egy olyan detektorom, ami kifejezetten a részecskék pálya, pálya, meghatározását végzi. Ez itt legbelül szilícium alapú, szilícium trekkernek hívjuk. Van benne, ú, azt hiszem, olyan 80 megapixel pixel detektor, tehát ugyanolyan, mint a fényképezőgépeknek a pixelje, csak nálunk négy rétegben vannak elhelyezve hengerpalástokon egymáshoz képest, háromdimenziós felbontást tudunk így elérni, és hát nem 8-10-20 képet képes rögzíteni másodpercenként, hanem 40 milliót. Picit arrébb van a technológiánk. Ezen kívül van még egy csomó egyéb szilikondetektorunk, vagy szilícium alapú. Ezek nem pixelesek, hanem csíkok, igazából, de nagyon hasonlóan működnek. Ezáltal nagyon pontos helyfeloldást tudunk. Tehát itt a, a, ezek a sárga-aranyszínű dolgok, ezek mind-mind azzal a detektorral. E, történő mérések. Van még kalorimetriánk, tehát például ez a világosabb kék, ez egy kristálykaloriméter, az elektromágneses kaloriméterünk, ebben ez fotonokra meg elektronokra érzékeny, tehát elektron-pozitron-foton, annak az energiáját vagyunk képesek megmérni. Nagyjából 77 ezer ilyen kristályunk van, tehát lehet érezni, hogy itt a helyfeloldásunk már nem olyan jó. És van egy hadronkaloriméterünk, ami meg arra, arra szolgál, hogy a hadronikusan kölcsönható részecskék energiáját mérje meg. Két részecske van, aki ezen túl tud jönni. Az egyik a neutrino, őt nem tudjuk mérni, nem vagyunk elég nehezek. Ő rá a anyag, meg az energia megmaradás, meg az impulzus megmaradás törvényéből ennek az alkalmazásával tudunk következtetni. És van még a műon, ami ugyan egy nehezebb részecske, de nagyon nagy az áthatoló képessége, és át tud repülni a detektorunkon, de mivel töltött részecske, képes gáz ionizálni. Ezek itt gázdetektorok a mion kamráink, és ugye uh, meg is próbál megmutatni a keresztmetszeti képét, ha megtalálom a magának a detektornak, tehát itt lehet látni magát a keresztmetszetét ennek a történetnek. És ezek a külső színű dobozok azok a mionkamrák. Na most, ha visszaadom a képet, akkor lehet látni, hogy e, ilyen görbült pályán haladnak a mionok, meg a töltött, egyéb töltött részecskék. Ez azért van, mert az impulzusokat is meg akarjuk mérni, és ehhez pedig egy baromi erős mágnes kell. Ez a baromi erős mágnes, ez a, itt a két részt, a piros -szerű, pirosabb tónusú, meg a kék tónusú részt elválasztó gyűrű. Ez egy 6 méter átmérőjű szupravezető mágnes, ami a kék tónusú, meg az aranytónusú részben 3,8 Tesla erejű mágneses teret képes kelteni ez nagyjából a földi mágneses tér százezer szerese, a MRI masinák járnak körülbelül ilyen, ilyen mágneses tér erősséggel. Na most a, a műanokat is meg tudjuk így mérni, tehát minden megvan. Mérünk impulzust, mérünk, mérünk részecsketipust, vagy az meghatározunk részecsketipust, mérünk energiát, mérünk kirepülési irányt, halló lehet tovább haladni. Jó, én a Noémit visszaadom, mert sokkal érdekesebb majd, amit ő mutat. Szóval egyelőre még itt maradtam a csárnaból, ugye ott, ott voltunk abban a teremben, ezt amúgy counting Roomnak hívjuk, és ugye a álpardó alá bekukkantunk egy kicsit, hogy mennyi van kábel egy kevés van, kábelünk. <laughs> és ugye össze kell kötni ezeket a kábeleket a detektorcsarnokkal nyilván nem azon keresztül fogok bemenni a detektorhoz, csak megmutatom ezt a, ezt a sikános, hüggőleges apnát, és jaj, de jó, fel van kapcsolva a villany, ugye az a cél, hogy bemenjen a kábel, de ne jöjjön ki a sugárzás. És a, itt igazából ezt úgy oldjuk meg, hogy ilyen kanyargós dolgok vannak, ez lefele egyenes, aztán utána alul kanyarog egy kicsit a detektor alatt, amire fel tud jönni a detektorhoz. És akkor itt pedig a gázcsövek jönnek, mellettem van a gázszoba a gáztöltési detektorokhoz. A, van egy fajta a szinkódulása a detektorban, minden, ami piros kábel, az nagy feszültség, a kék az, az alacsony, tehát az low voltage, az alacsony feszültségű kábel, a barna az, meg a fehér, azt nem tudom hirtelen, hogy micsoda, de... Azt hiszem, a fehér az a hadronkaloriméternek a adatkábelei. De igazából, tehát látjátok, érzitek, hogy... Azért ezek jó vastagok. A, a nem is tudunk mindent. Igen, a, ezek nagyon sokeres eres nagy néhány ezer voltosak, pontosan az ionizációs műonkamrákhoz szükségesek mivel mi a noém mivel egy ilyen kamránál dolgozunk, vagy kamracsoportnál, hát ez nekünk napi szintű dolog. Jó, és akkor mennek előre a kollégákat, kövesd a kollégákat, lehet érezni, hogy ez egy ilyen sikánszerű történet. Igen, és... Szerintem lögdőket félre is a... és, és be. Hát, megpróbálom. A... Can I go? <laughs> Jó. az, aki intett a kollégának, az egy nagyon kedves, közeli kollégánk, és rengetegszer tartott ő is virtuális sétát. Yes, a, bulgár, Hungary. Tehát a Bulgáriába menő virtuális sétáknak a alaptagja. Ó, de rengeteg hallgatónk van. Ők pedig az RPC nevű... No, 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 it's fine. Thanks. Uh, RPC nevű ah, okay. tartoznak, szintén ionizációs. Az meg ott a Noémi. És Thank hát lehet you. látni, ez a kapu sárga. Az előző az zöld volt, a színeknek van igenis értelmük. A sárga azt jelenti, hogy ez időnként úgynevezett interlokkolt ajtó, például, ha megy a nyaláb. Ha akkor ez be van zárva, csak úgy lehet, csak feltörni lehet, nyilván a tűzoltók feltörhetik, meg ha nagy baj van bárki, de ha ez bárki feltöri, akkor abban a pillanatban mind a 27 kilométeren Leállítjuk a nyalábot, kivonjuk a gyorsítóból, vészjelzés van, és onnantól kezdve csak egy elég komoly procedúrával lehet ö, eljutni Azó. oda, hogy a gyorsítót újra üzemeltessük. Például ennek a procedúrának a része az, az, hogy meggyőződünk arról, hogy nincs. Így... Jó, látjátok, hogy egy ilyen tekervényes, labirintusszerű dolgon keresztül megyünk be. Megint van egy sárga ajtó, ez is egy interlokkolt. Ez már a biztonság következő szintje. És akkor, hát akkor megérkeztünk. Noémiék, most nagyságrendileg olyan 90 méterrel vannak a föld alatt. A föltekint majd amikor oda kerül. Majd akkor... kimegyek először jó, innen a kettőre. Noémi, beszélj arról a nyúlról, ami ott van, igen. Jó, tehát ez most éppen a látogató platform, ahol ahol bejöttünk. Tehát ha valaki, amikor van látogató időszak, akkor ide jöhetnek a látogatók, ezen kívül nem. Igen, jövő szerdától bejöhetnek a látogatók oda, ezt éppen ma, ma kaptuk meg az engedélyt hozzá a, a biztonsági emberektől, meg a sugárzásvédelmiektől. Tehát nincs olyan nagy sugárzás lent, hogy ez ne lenne kompatibilis azon a platformon a normál halandókkal. Tehát azokkal, akiket nem mérnek. Minket mérnek, tehát mindenféle ilyen kártyánk van, meg ö, doziméterünk, tehát ö, pontosan tudjuk, hogy mennyit kapunk, és még a nem csak rajtunk vannak doziméterek, hanem szana a az üregben is. Tehát pontos képünk van arról, hogy hova lehet menni, meg hova nem. Na, Na akkor ö, ha beszélhetek, akkor áthoztam azt. Bocsánat! Feljöttem a, a detektorcsarnok végére, tehát. Tényleg itt ez a, a negatív vége. Uh, itt látható maga, maga a detektor. Ugye a detektor egy hengeres, és még ugye most kezdődött a leállás. Tehát meg azon dolgoznak a kollégák, hogy éppen kinyissák ezt a lezáródugót, és hogy hozzáférjünk a belsőbb detektorokhoz. Uh, úgyhogy ez a, ez a legszéle. Amit már elkezdtek leemelni, ez, ez az úgynevezett forward kaloriméter aminek a, ugye ez a sárga pillér, vagy tartó. Na az a sárga izé, az, ami, az, amit láthatok felrepülni, igen. Igen, és, Négy és darab a kollégák, van akik, akik ott vannak, na ők intézik azt, hogy, hogy ez le, le, tudjon jönni, vagy fel tudjon menni a... Mert ő eredetileg itt volt a középen a nyalávcső körül. Ez egy, ez, egy ez detektor, ami a legvégén van a, a, a detektorunknak, és úgy tudunk hozzáférni a detektorhoz, meg kinyitni, hogyha ezt leengedjük a földre, és a Noémi alatt elterülő garázsba bevonszoljuk. Igen, ez, fog történni a napokban. Na most ahhoz ezt a négy, négy darab sárga zsámolyt ki kell alóla e, valahogy piszkálni. Erre most már eléggé jó technológiánk van. Itt a, a fiúk mellettem, mögöttem éppen logisztikáznak egy kicsit, majd mindjárt Uh, szóval ahogy... közben mutatom a képen, hogy ez itt a nyalátső, tehát alattam, gyakorlatilag alattam már az LHC alagút tartó, van. Ez a nyalácső és a detektor közepén uh, ütköznek a proton nyalábok. És egy nyalátső van már a, a detektoroknál. Igen, itt, már, itt már kvázi szembe mennek a LHC-ban a 27 kilométer legnagyobb részén a nyaláb átmérője olyan egy milliméter, és két különböző csőben utazik. A kísérletek előtt ezeket egy csőbe terelik, és összenyomják nagyjából a hajszállam vastagságára, ilyen 100 mikron körüli, vagy az alatti vastagságra nyomják össze, hogy sűrűbb legyen a nyaláb, nagyobb legyen az esély az egyedi proton-proton ütközésekre. És így jutunk oda, amit mondtam az elején, hogy kétszer 100 milliárd protonból összesen ütközik 50-60 darab egyszerre. Bocs. És közben próbálok felpuszni a kamerával, és láthatjuk, a, egy picit arra megyek a... Igen, nyarába, akkor ott, valahol ott vagyok jóm, fönt már. a tetején. <laughs> valahol Igen. ott vagyok fönt a tetején. Ha... Igen, lehet látni a, a földszíni épületnek a tetejét. A, igen, az és a várjál, hogy legyen egy szép képünk, így van most mind a kettőt egyszerre az igen, alját meg a meg csöveket. tetejét. Sajnos a csöveket én a kamerámat lát, nem ját. tudom, nem tudtam olyan közel tenni a kerítéshez, meg annyira lefordítani, hogy tényleg lelássatok. Ennek biztonsági oka van. Ha a kerítésen túl és valamiért a kamera bezúg, akkor ott a föld alatt igen, igen rendesen tud rendezkedni. Hát igen, hogy azért, azért is van ez a biztonsági. Kis Igen, híd. hogy legalább a nyalábcső a, a A nyalábcső közepe, amit nem láttok innen, az nagyjából egy két méteres rész, az tiszta berilliumból van, és hát olyan két millió svájci frankba kerül, de ha még az ára nem lenne elég, akkor azt is tudni kell, hogy egyetlen egy helyen tudnak ki a földön. És ott is évekig tart. Tehát um... elég, rendesen, elég rendesen megnehezíteni az életünket. Közben én jó. szerintem arra gondolom, hogy nem, nem zavarom a fiúkat hogy a, a gyógyító munkát, de lemegyek a, a detektor lábához, és picit körbe sétálok. A, jó? a másik oldalon, a pozitív oldalon menjél körbe, azt javaslom. Ez a negatív. Igen, valami igen. koordinátorrendszert ki kellett húzni. A koordinátorrendszer zétengeje a, a nyaláb. Abból az irányból, ahonnan Noémi nézi, onnan megy az egyes nyaláb, és ez, a, ez az óramutató járásával ellentétes irány, ha fölülről nézzük az LHC-t, ez a Z-tengelynek az irányultsága. Az X-tengely az a Noéminek jelen pillanatban bal oldalára mutat, arra fele van a gyorsító közepe, ez is egy konvenció a, a CERN-ben, és a, ami, ami meg kijön ebből, az az Y, az fölfele. Közben csak azért álltam meg itt, hogy ez a, a közepe a, a detektornak. Tehát ez a... Ez a tehát hogyha innen, befele tud, átlátnánk, akkor látnánk az ütközési pontot. Tehát a Noémi az előbb, tehát ugye így néz ki a, a detektor a háromdimenziósan, a Noémi valahogy így oldalról leste meg, hát sok mindent nem lehet látni, és most átkerült a pozitív oldalára, ami szimmetrikus, ugyanúgy néz ki, mint a negatív oldala. Ott van ez a hadron forward kaloriméter, amit most az előbb nézegettetek, ott még négy zsám olyan áll, és nem is fogjuk és... ezt az oldalt kinyitni az idén. Az a narancssárga, az pedig sugárzásvédő árnyékolás. Nem miattunk, hanem azért, mert amikor összenyomják a nyalábot, ahogy az előbb említettem, akkor keletkezik egy csomó úgynevezett fékezési sugárzás, ami a detektorunkban zajként jelentkezne. És ezt a zajt próbáljuk kiszedni ki, 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 valahogy. Kiszűrni. Tudjuk, hogy ez a méretű árnyékolás nem elég. Tehát ezt ma látjuk. Jó, jó, de nem annyira. Úgyhogy készült köré még egy, amit most az idén fogunk bepakolni majd a nagy leállás végén. Ez, ez már itt a földfelszínen van, ha nem fog nagyon esni az eső, amikor feljön a Noémi majd kiküldöm megmutatni. Jó, közben csak annyit, hogy ugye mozgatnunk kell ezeket a nagy objektumokat, tehát ezek a lezárok, ez itt egy egység, egy entkepetség meg még arrébb, meg megmutatom az oldalról, mert így a lábánál esetleg jól látszik. Tehát ez a ekkora rés van két hordóegység között. Ja, két, és fél méter, két és fél méter a szélességeinek, ez a középső gyűrű, és akkor így tovább a. Tehát öt ilyen a gyűrű képezi a hordót, és három-három, illetve hát négy-négy véglemez van, végdugó, ezáltal a teljes térszöget lefedjük jobbára a, de, a ütközési pont körül, ugye ez a cél. Gömb alakú detektort, olyan detektorelemekből, amikben mindenféle drótok vannak, nem célszerű építeni, mert nem lehet, hordót viszont igen, úgyhogy azt csinálunk. Igen, közben visszajövök a pozitív oldalra, hogy ne zavarjak senkit. Szóval ezek a sárga tapancsok teszik lehetővé azt, hogy ki lehessen nyitni, el lehessen ezeket a nehéz objektumokat mozgatni. Ezek olyanok, mint a lég, légpárna. Tehát a, Nem olyanok, azok. Az, igen, tehát a légpárnás hajó is így működik. Tehát ezek egy picit meg tudják emelni a, a, ezt az egységet, és... Ide pedig tudnak rögzíteni kábelt, ami mindjárt mutatom, hogy hogy néz ki ez a kábel, mind a két szélére, tehát ezen az oldalon is van, meg a másik oldal és ezzel a géppel. Ami meglehetősen. Vontatni. Kicsi. Igen, a kezemet oda tehát teszem így, méretarányosan. Négy Ilyen géppel megvontatnak nagyjából 1500 tonnát. Minden mert probléma Nem is olyan egyszerű, mert ez olyan, ugye, hogy van egy lapos objektumon, és a jobb meg a bal szélén tudod csak húzni, tehát középen nem húzza senki. Hogy Ezeknek szinkronba kell járni, hogy szépen párhuzamosan jöjjön, és ne az legyen, hogy így befordul a, a, az egység. Hát meg ne boruljon föl, ugye ez is Igen. egy fontos dolog. Ha felborulna, akkor, akkor megint csak túlórázhatnánk rendesen. Én közben azért a, a biztatnám a hallgatóságot a kérdésekre is. De még megengedsz egy kis játékot? A, Meg hát. a fizikával. Ja, igen, minden, igen, amit, igen. minden, amit látunk itt, jó a sárga is, de a minden, ami piros, az, az vas. És a célja, amellett, hogy hogy ugye tartsa a detektorokat, a detektorelemnek struktúrális tartó eleme, az a másik feladata, hogy mellette a mágneses teret bezárja. Tehát ezek a, mágne ezek a vasak a mágnes bekapcsolásakor telítésbe mennek. És annak ellenére, hogy ki van kapcsolva a mágnes, mert látjátok, hogy nem akar elrepülni ezek a kis gemkapcsok a kezemből, ezek nem is mágnesesek. Tehát nincsenek felmágnesve, azt megpróbálom demonstrálni, tehát nem. Nem akaszkodik rá. Viszont, ha ide jövök, sarokra, és ide teszem, akkor ő ugye hozzátapad. Jó van, persze, azért kicsit olyan ez, mint mely a bűvésztrük. Azért kicsit olyan ez, mint a bűvésztrük. Tehát, ha a Noémi nem a sarokra tenni, akkor ott a tér nem lenne olyan erős már, hogy megtartsa. Amúgy egyébként ezek a platnik, tehát ezek a lábaknak a teteje, ez egy ilyen hívogató hely. Hívogató, hogyha lent vagyok, oda tegyem a számítógépemet, és akkor onnan nézegessem a cuccokat, amikkel éppen adjusztálok. Azért annyi remanens mágnesessége van, hogy a számítógépem azt hiszi, hogy lecsuktam a tetejét. Tehát eh, konkrétan én, én a laptopommal onnan nem tudok kavírnyálni, és ez nem egy olyan jó dolog. Igen, jó, tehát, tehát itt ez a remanens még tér, van. igen. És Ott viszont már azért... nincs, igen. No, már nincs tehát nincs. azért vagy legalábbis gyenge már ott a remanens tér annyira, hogy, hogy ezt már nem tudja megtartani. A, ha belenne kapcsolva a mágnes, akkor egészen máshogy néz neki ez a történet. Ott, ahol a élére fel vannak pakolva a gémkapcsok, ott nagyjából fél Tesla lenne a tér, a, és még méterekkel arrébb is a másik kedvenc térindikátorunkat, alias a 19-es villás kulcs, rendesen befordítja térirányba, és üzemmódba megy. Noémi, mit a szó. Igen, tehát így ezzel el lehet játszani. Nyilván, amikor be van kapcsolva a minus, akkor, akkor igen, akkor akkor már a, nem kell ilyen közel jönni ahhoz, hogy érezzük a szeret a indikátorunkkal. Igen, és ott nem is használjuk a gémkapcsot, mert elrepül. Tehát, nem, hogyha, nem, nem. Azért, azért is a 19-es villáskulcsot használjuk, nem csak azért, mert borzasztó impresszív egy ilyen madzagol amivel ki van kötve a, a csuklónkhoz, nem azért is, mert az azért már nem tud átrepülni a szobán, és esetleg záratot okozni valahol az elektronikában. Tehát ez, ez életvédelmi, mert a, fő, a főnökeink meg a kollégáink nagyon megkergetnének, ha ezt... Közben átsétálok a lift-akna melletti függőleges aknához, és itt is felnézünk, itt egészen be tudok sétálni. Úgyhogy ez egy kisebb függőleges akna, de azért itt is le lehet ereszteni a detektorhoz szükséges dolgokat. Most felmerülhet az emberekbe a kérdés, hogy jó, jó, de hát akkor mit beszéltem én az előbb, amikor az LHC megy, jár, akkor akkor itt így ki lehet A válasz az az, hogy amikor az LHC működik, akkor itt van ez a fal, amit betolunk, betolnak oda, és, és leszigeteljük. Tehát azért nem lehet csak úgy itt sétálgatni LHC működés közben. A szigetelés meg azért kell, mert más légnyomáson üzemel az LHC, mint maga a detektor, és más légnyomáson a detektor, mint a külső világ, Ugye kicsit kisebb a légnyomás a detektorcsarnokban, mint máshol, és kicsit kisebb a légnyomás a gyorsítóban, mint a detektorcsarnokban. Ennek az az oka, hogy a por, ha lenne, van valamennyi, de ha felaktiválódna a por, akkor az ne kifele jöjjön, hanem befele menjen, és ezáltal ne legyenek véletlenszerű radioaktív szennyezések sem. De, mint mondtam, ezeket is kontrolláljuk, és folyamatosan mérjük. Közben van egy kérdésem, hogy látom az itt, hogy, hogy mennyi az idő, hogy járjak-e még egy picit körbe, vagy menjek fel? Hát kérdezzük, hogy van-e valami meg, amit, kérdezzük meg amit a hallgatóságot erről. Én, én beadtam a képüket, és várom a hangjukat is. Itt vagyunk, akkor szavazzuk ezt meg. Tegye fel a kezét, aki szerint még menjünk körbe le lent. Szerintem akkor én menjünk lent körbe. Menjél, Noémi! mennyik még járjak. Ja, közben jó, azért tehát... van, van egy kis híd is itt a, a kaloriméterhez, hogy azért hozzáférhessünk, amikor, amikor kell, és ott fent van a magaslatokban. Jó, ennyi. Közben sétálok. Sétálgassál, Noémi! És akkor én utána viszont azt javasolnám, hogy gyere föl, ha a vezérlőteremre még volna időnk, az jó lenne, ami most egyébként kihalt, nincsen benne ember, de, de, talán érdekes egy picit még az a hely, és akkor utána szépen lassan térjél vissza hozzám. Mondom, Pestről pedig várjuk a kérdéseket, hogyha ha megszületnek. Megfognak. Jó, rendben, valakinek van valamilyen kérdése? És akkor oda megyek, és akkor a mikrofonba megkérdezheti, hogy mindenki hallja. Jó napot kívánok! Az a kérdésem, hogy a, a legutóbb mutatott aknában felfele fénycsóvák um, haladtak. Azok micsodák? Megyek vissza. Az, akkor nem jó, udatom. menjél vissza, megnézzük. Ez, ez egy művészi projekt, és a az igazából azt demonstrálja, hogy hogy jönnek ki az adatok a detektorból. Azért van ott ez, a, ott ez a művészi projekt, mert ugye ott mellett el tudnak járkálni a látogatók, és látják, és, és legalább valami látványos van. A, ez, ebből egyelőre 30 méter épült meg, a vége az az, hogy majd felhúzzuk teljesen a földfelszére, és ott lehet látni, hogy az egyes ütközésekből körülbelül így sorjáznak ki az adatok, na nem a ledeken, hanem fényvezető szállakon, és nem, ilyen sebességgel. Jönnek föl, és nem ilyen sebességgel jönnek föl a földfelszínre a detektornak a high-level trigger állomására. Erről egyébként még nem beszéltem, de nagyon jó, hogy ezt a kérdést megkaptam. Közben mert én megyek fel, jó? Jó, gyere fölé, nem, nem meg probléma. beadom még az én képemet is, és közben meghagyok mindenkit. Ez az ábra, amit itt láttok, ez... Ez egy valódi ábra, ez nem egy szimulált valami, ez egy mért ábra. Ez a detektor közepének a kinagyított ábrája. Nagyjából, hát mondanám, hogy egy az egy az én képernyőmön nagyjából, nem túl nagy térfogat. A protonnyalábok jobbról meg balról jönnek a protoncsomagok, és, amiket, és amit itt látunk, az a trekkerünk által feloldott trekkek, tehát nyomok, részecske nyomok. A sárga pontok azok, amiket a tracker a nyomok alapján egyedi proton-proton ütközésnek azonosított. Ez egy ilyen proton csomagtalálkozónak az eredménye, és azt lehet látni, hogy van egy piros, meg egy kék vonal, ezek pedig olyanok, amiket a trigger rendszerünk úgy azonosított, hogy érdekes. És ezt azért is hoztam ide, azért cibáltam ide ezt a dolgot, mert az előadás, hogy a séta elején beszéltem én arról, hogy 40 millió ütközés, meg 100 milliárd proton, meg hogy nekünk nagyon sok kell, mert nagyon ritkák az események, és valóban ez történik, hogy az, még a proton ütközéseink, amikből ugye mondtam, hogy olyan 40, 60, 80, 100, attól függ, hogy éppen a friss anyaláb vagy bár nem annyira, történik egy, proton, egy csomag találkozókor, még ezekből is ugye kevés van, és alapvetően nagyon kevés proton-proton ütközésre jut, például egy Higgs. Amikor a Higgs-et felfedeztük, abban a konfigurációban nagyjából minden 3000 milliárd proton-proton ütközésre jutott egy Higgs eh, dolog. Tehát igazából nekünk az adatokat, hogyha ha úgy akarnánk elemezni, hogy a 120 millió adatcsatornánkat másodpercenként 40 milliószor kiolvassuk, szalagra írjuk, aztán majd hónap hónap után azután rekonstruáljuk és kielemezzük, akkor hát gyerekek, tulajdonképpen a jóisten sávszélessége nem lenne elég, hogy ezt felpumpáljuk a föld alól. Ha az működne, akkor a jóisten merevlemeze nem lenne elegendő ahhoz, hogy ezt letároljuk, és utána meg nem lenne annyi CPU a földön, amivel szépen fel lehetne dolgozni. Tehát valamilyen módon nekünk el kell döntenünk az egyedi eseményekről, hogy az nekünk érdekes, vagy nem. Na most ez az úgynevezett trigger rendszernek a dolga. Az a szerencsénk, hogy a fizikában sokkal valószínűbbek az úgynevezett elasztikus proton-proton ütközések, amikor a kvarkok, lepattannak egymásról, anélkül, hogy itt részecske anyag átalakulás történne. Önképpen, tulajdonképpen egy ilyen biliárd játék van, ezeket, ezeket a folyamatokat már egész jól ismerjük, ezek már nem érdekelnek. Amik minket érdekelnek, azok azok a folyamatok, amikor részecske anyag átalakulás történik, illetve de részecske energia, bocsánat, és az energia anyag átalakulás történik meg, tehát például ahogy keletkezik mondjuk egy Higgs bozon, ezek az események érdekelnek minket, ezeket próbáljuk kiszűrni. Ezt egy, a CMS-ben egy két rétegű úgynevezett trigger rendszerrel végezzük el. Az első réteg az azt nézi például, hogy más nem mondjak, hogy ezek a kamrák megszólaltak-e, a myon kamrák. Ugye mondtam, hogy csak kétféle részecske jön ki erre a rádiuszra, a, például a myonok, amiket tudunk is érzékelni. Tehát, hogyha miont látunk jó időben, jó irányból kijönni, ugye ez a négy átmenet ez már azért meg tudja mondani nagyjából, hogy honnan jött. Tehát jó időben, jó irányból jövő műont érzékelünk, akkor már lehet érdekes, mert ugye egy protonban sok minden van, de műon éppen nincs. Ha mégis azt látom, hogy van, akkor azt kell feltételeznem, hogy egy mélyen én elasztikus ütközés jött létre, ugye részecske energia-energia anyag átalakulás, és, és akkor azt a, azt a adatot, már érdemes kiolvasnom a 120 millió adat csatornáról, és fel, felnyomni ide a mellettem levő épület tetejére, ahol a trigger farmunk van, a high level trigger, ahol már a detektor teljes ö, 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 detektorról tudunk képet alkotni, és nagyon durván el tudjuk dönteni, hogy ö, hogy körülbelül érdekes -e, a kis, érdekes -e az az esemény. Na most, csak a számok tükrében, 40 millió proton-proton, protoncsomag, proton protoncsomag találkozó történik másodpercenként, ebből nagyjából olyan ezer, ahol valamelyik elsődleges trigger szintünk megszólal, nem csak ez az egy van, de ezt nagyon könnyű volt elmagyarázni, és ezt a százezret csökkenti a második szintű trigger nagyjából olyan ezer uh, eseményre másodpercenként, ami olyan 400 megabyte, amit már vidáman ki tudunk innen streamelni a Tier 1-es centerbe. Noémi, tied a szó, nem húzom az időt tovább. Jó, okay. itt vagyok a, a hogy de ha körülnézünk, azt lehet látni, hogy nincsen itt senki gyakorlatilag. Egy ember van, egy kollega, aki a detektor biztonsági rendszerrel éppen tesztelnek a kollégák, Úgyhogy, ha megszólal a Siréna, nem kell aggódni, teszt folyik. Uh, amúgy, ha normál opera, uh, normál működés van, üzemeltetés van, akkor uh, ugye ezek a ügyeleti posztok, vagy ügyeleti helyek. Uh, ez itt a, a um, shift leader, azt nem tudom, hogy tudom fordítani magyarra. Műszakvezető uh, magyarul. Műszakvezető, igen, aki, aki nyilván tudja, hogy mi folyik a detektorral, ő tartja a kapcsolatot az LHC-val tudja, hogy mikor jön nyalább, és a többi feladatok, például az adatgyűjtés, amit ez a, ez a négy képernyő és ezek a székek, itt szokott lenni a gyors rekonstrukciója az eseményeknek, tehát képileg megnyitottak meg grafikusan, ez a trigger rendszernek a, az ügyeletese, ezek a színes képeket látó monitor, ez, az adat minőség ellenőrző ügyelet, és innentől az asztal végétől egészen a, a nagyon sok képernyőkkel, na ez a, ez a technikás shifter, vagy detektor control üzemeltető, tehát, tehát, itt lehet bekapcsolni a detektort, kikapcsolni, az infrastruktúrát megfigyelni, és persze a biztonsági rendszer is. Ide tartozik valamint a, a beengedő kapuk, eh, ahol be, bementem például a föld alá, eh, azoknak a videókameráinak a képei is itt vannak. Meg a Tehát magyarul a... nem illik vicceskedni, mert elég hamar le lehet bukni. És azért van, van még ezen kívül jó pár kamera is. Igen, igen, tehát, eh, ami tehát mindent látunk a... is. Igen, Mindent látunk Ante, a kísérletben, amikor szépen feketék azt meg meg fogjuk javítani. Nem tudom, hogy Ja igen, mondjad, mondjad. mondjad. Bocsi, lassan egy víz. pillanatra félbe szakítalak titeket, de lassan lejár az időnk, és sajnos el kell köszönnünk tőletek. Uh, úgyhogy még nyugodtan mondjátok, hogyha valami bennetek maradt, nem maradjon bennetek, illetve szólok a közönségnek, hogyha van még kérdésetek, most még. Én szerintem most menjünk de... a kérdésekre, a Noémi pedig átsétál közbe hozzám. Igen, és, és akkor, akkor kívül, a kívül láthatjátok meg majd... a képet. Adom a szót, hogy a... lejelentkezzetek. Jó napot! Azon a helyen, ahol a mágnesességet demonstrálták, ott, amikor be van kapcsolva, akkor a említett Ö, csavarkulcs az csak beáll ö, helyzetbe, vagy meg is mozdul. Hogy... Beáll helyzetbe, beáll térirányba, és borzasztó nehéz átfordítani, kibillenteni a térirányból. Ö, Se, ha pedig igaz. engedem fölragadni a vasra, akkor azért úgy lábbal is segítenem kell leszedni. Köszönöm. Bármi kérdés esetleg még? Tehát ez az a külső, az 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 épület, ahol, ahol építettük a detektort, és én is ott vagyok benne, legalább nem ázok. Várom a kérdést. Igen. Na, bárki? Úgy érzem, hogy már kicsit elfáradt a csapat. Jó, akkor még azért fárasztunk még egy 30 másodpercet. Ez a Lego, amit láttok, narancsárga, ez az a plusz shielding, amit... Most fogunk beépíteni majd az idén, ugye mondtuk, hogy ott lent a föld alatt a nagyon nagy pseudorapiditású iránynál kell még shieldinget pakolni, ez fog történni, a noémi pedig bejön. A két sárgá anorákban levő kollégát azt már én innen látom a túloldalról, úgyhogy már nem sok van hátra. Igen, csak most itt ugye éppen munkálatokat végeznek, úgyhogy egy picit picit nem olyan egyszerű a. Igen, Jára igen, 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 igen. De én már valahol ott, ott kavírnyárok hátul. Jó, a Noémi közben meg leszakadt, ahogy, ahogy ennek rendje is módja van, de én akkor magamat hey. fogom föltenni a helyére. Igen, itt vagyunk. Jó. Oké, okay. akkor megérkeztünk. Ági? itt, mi is itt vagyunk, igen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ráértetek ma is, és, és körbevezettetek minket itt a centbe. Én csak félig meddig tudtalak titeket követni, mert fontos feladataim voltak ellenőrizni a csapatoknak a minden megoldását, hogy minden belegyen rögzítve, és a helyes nyerteseket hirdessük ki mindjárt. De úgy tűnik, hogy minden a helyére került, úgyhogy már tükönülve várhatják itt a diákok, hogy mi lesz. Nagyon jó. Mi is gratulálunk előre a nyerteseknek, nem tudjuk mi sem, hogy ki nyert, de így is gratulálunk, és örültünk, hogy velettek lehettünk itt ma, és várunk vissza. Ja, a YouTube-on meg mindjárt kint lesz egy másfél-két órán belül a, a, a videó. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Ezt köszönjük aztán Sziasztok. reméljük, hogy találkozunk még majd veletek, meg a diákokkal is. itt Bízom bennem, bízom bennem. Sziasztok! Bízom bennem. Sziasztok. Sziasztok.